Hiszek egy Istenben. Hiszek egy hazában. Hiszek egy isteni örök igazságban. Hiszek Magyarország feltámadásában. Különleges alkalomból avattak emléktáblát Tolnán. Tisztelektek a majd 100 évvel ezelőtt élt vitézek előtt. A Tolna megyei Honvéd Hagyományőrző Egyesületnek a szervezetének a meghívására érkeztünk erre a rendezvényre. Az 1920 és 1938 közötti tolnai vitézek emlékére egy táblát fogunk felavatni. Ezen a szép patinás épületen, amelyik honvéd laktanyaként működött régen, jelen pillanatban oktatási intézmény. De mit is jelent ez a vitéz szó, és mit mutat ez a mai társadalomnak? Ez a vitéz szó a magyarban nagyon nagy töltöttséggel bír. Egy olyan katonára illik a vitéz szó, aki vitézül megharcolta a maga csatáját, harcát, és kiérdemelte azt, hogy a katona mellett vitéz katonaként is méltassák. Hát ennek nagyobb tartalma van talán ennek a szónak, mint amit naponta elmondunk. 11 név került fel a táblára. Annak idején csak azok kaphattak ilyen rangot, akik ehhez méltó életet éltek, így ez egy hatalmas elismeréssé vált. Fedhetetlen előéletűek, erkölcsösek, testben, lélekben egészségesek, és lélekben ízig-vérig magyar érzelműek. A leleplezést követően Sipos Judit Éva református lelkész áldást mondott. Nagy Norbert, a tolnai plébánia vezetője pedig megszentelte a táblát.